Kedves nézőink, műsorunk második felében Brahms, Liszt és Bartók muzsikát hallhatnak. Idén, március 10-én egy gálamisor keretében ezekkel a szavakkal búcsúzott zenésztársaitól az 54 évvel ezelőtt alakult világhírnévnek örvendő Liszt Ferenc kamarazenekar művészeti vezetője Rolla János. A zenekar életem nagy részét jelentette. Büszke vagyok rá, hogy barátomnak mondhattam sok híres muzsikust és a zene szerető közönséget. De telt múlt az idő, sokan közülünk nyugdíjba mentek, és vannak, akik már nincsenek velünk. A zenekar megfiatalodott. Úgy érzem, most már eljött az az idő, hogy önállóan valósíthassák meg elképzeléseiket. 5 évvel ezelőtt, 2011-ben Bukarestben, az Ateneumban a Liszt Ferenc kamarazenekar Bartók, Brahms és Liszt Ferenc műveket játszott. Ekkor készítettünk interjút Rolla János karmesterrel, aki a zenekar történetéről, nemzetközi sikeréről beszélt. Az interjút követően a koncertből láthatnak részletet. Ájjáj, na jó. Hát igen, ezek a régi szép idők. Aki manapság biztosra akar menni, világszínvonalú muzsikálásra vágyik, az válassza a Liszt Ferenc kamarazenekart. A vonos csapat a legkisebb együttesekre jellemző ritmikai rugalmassággal büszkélkedhet, de egyúttal egy nagyobb zenekar frissességével és összehangoltságával is. Szinte együtt lélegeznek a zenével, vezetőjük egy-egy titkos jelzése hatásosabb minden karmesteri instrukciónál, és ami a legfontosabb, mintha csak szórakozás lenne számukra mindez. Így írnak a szakemberek a közel 50 éves, a világ zenei életének élvonalába tartozó budapesti Liszt Ferenc kamarazenekarról. A Rolla János Kossuth Díjas érdemes művész vezette együttes repertoárja az egész zeneirodalmat felöleli. Monteverditől Bachon és Mozarton át a romantikusokig, a 20. századi zeneszerzőkig. Számos ismert és kevésbé ismert darabot játszanak. A zenekar eddig több mint 200 hanglemez felvételt készített, néhányat ezek közül Magyarországon az évlemeze címmel illették. Hát elég régi múltra tekintünk vissza. 1963-ban alakult ez az együttes, illetve már előzőleg is megvolt, mert saját, ez egy ilyen öntevékeny, hát fiatalok voltunk, és meghallottuk a Muzici di Rómát Budapesten, és megpróbáltunk mi is csinálni egy ilyen kamarazenekart. Ez volt a röviden a története a dolognak. Mindenki zeneakadémista volt annak idején, innen is a nevünk, mert hiszen Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kamarazenekaraként indult ez az együttes. Mikor aztán hát együtt maradtunk, és a főiskolából eltávoztunk, akkor maradt a Liszt Ferenc, és a Zeneakadémia pedig hát kikopott a nevünkből, úgyhogy így maradt ez Liszt Ferenc kamarazenekar végül is. És meg kell, hogy mondjam, hogy egy elég nehéz névválasztás, hiszen Liszt nem nagyon írt ilyen bezetszunkra ide, tehát elég nagy bajba vagyunk, ilyen szempontból repertoár nem nagyon létezik. Tehát én azt hiszem, hogy elég nagy név a világban, hogy ezt a nevet viseli a kamarazenekar. És ráadásul idén van Liszt év, és hát ez a két dolog összejött, tehát a Liszt Ferenc kamarazenekar Lisztet játszik, és általában átiratokkal pótoljuk ezt a repertoárt. Sok darab született is a zenekarnak, nekünk írtak darabokat, és nagyon, nagyon, hát hogy mondjam, válogatunk azért ez ügyben, mert meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy munka egy karmester nélkül zenekarnak például egy ilyen fajta darabot megtanulni, és sokszor bizony nem kamatozik a befektetett munka, mert ha egy darabot egyszer bemutatta az ember, és soha többet nem játsza, akkor ez a legrosszabb befektetés, és ezért próbálunk olyan, hát hogy mondjam,
módon válogatni, hogy ezeket a darabokat tovább is tudjuk vinni és vállalni. Egy zenekar és általában egy ilyenfajta társulat akkor igazi, hogyha van egy saját hangja. És mi ezt annak idején azt hiszem, hogy kialakítottuk, nagyon, nagyon fontos dolog, hogy nem egy stílus körül forog a repertoár, hanem megpróbáltunk a zeneirodalomban a mai zenéig bezárólag a baroktól minden stílusban valahogy megtalálni ezt a saját hangot. És én büszke vagyok rá, hogy tulajdonképpen meg lehet ismerni a zenekart hangzás szempontjából. Tehát van egy olyan egyéni megszólalása, amit a mai napig sikerült megőrizni. Avval együtt, hogy most az utóbbi pár évben nagyon megfiatalodott az együttes. Nagyon büszkék voltunk rá, hogy közel 40 évig szinte azonos formátumban játszottunk, csak hát időközben eljárt az idő. Én vagyok az utolsó, aki alapító tagja a zenekarnak, és kezdettől fogva hát csinálom. Most már nagyon lassan, de megfiatalítottuk az együttes, tehát minden évben egy-két embert cseréltünk. A idősebb kollégák elmentek nyugdíjba, van, aki már eltávozott közülünk, szóval azért nagyon hosszú idő, ez már közel 50 év, ugye, most két év múlva már 50 éves születésnapja lesz az együttesnek, és mondom, ezt a fajta hangzásvilágot megpróbáljuk ápolni, és ezt folytatni. A Magyar Köztársaság Európai Uniós elnökségének tiszteletére a bukaresti Ateneumban szervezett koncerten a zenekar Bartók, Weiner, Brahms és Liszt műveket játszott. Az ember belép egy ilyen terembe és bizony megcsapja a hely szelleme. Hát természetesen nagyon-nagyon sok hely van a világban, amikor az ember belép mondjuk a Carnegie Hallba, vagy mit tudom én, Dél-Amerikába, amikor Buenos Airesba játszunk az operába. Hát fantasztikus érzés az, hogy olyan pódiumra lépni, ahol hát a zenei élet legnagyobbjai léptek fel. És egyébként is ez terem egészen különleges. Szóval ez a forma és ez az akusztika, amit van, ez egyedülálló, és nagyon-nagyon szeretjük. Thank you.
Thank you.
Thank you.